Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhuzénó vagyok, fő témáim néhány mondatban. Pénzért adták a halottak csontjait, engedély nélkül jutottak emberi maradványokhoz a pécsi vádlottak. Ütötte, verte, kényszerítette terhes élettársát, éveket kaphat a baranyai elkövető. Újraiparosítás és az energiaköltségek mérséklése, a területfejlesztés az egyik legfontosabb feladat a vármegyében. A nehézségek ellenére jó hangulatban telt 2022, sikeres évet tudhat maga mögött a cementgyár. Emberi test tiltott felhasználása, ez a vád azok ellen, az orvosok ellen, akik halottakból engedély nélkül eltávolított csontokkal tartottak kurzust Pécsen. Ezen fülorgégész szakorvosok mutattak meg műtéti technikákat a nem szabályosan megszerzett emberi maradványokon. Mindezt pénzért, amiben szerepelt a halottak csontjaiért adott vételár is, az ügyészség szerint. Az ügyben szerdán tartottak előkészítő ülést a pécsi törvényszéken. Elismeri a bűnösséget. Ezt mondta az az orvos, aki elsőrendű vádlottja a foglalkozása körében üzletszerűen elkövetett emberi test tiltott felhasználásának ügyében indított eljárásban. A pécsi törvényszéken előkészítő ülést tartottak szerdán. Három személy érintett az ügyészség szerint, két fülorgégész orvos és egy boncmester. A vádirat szerint engedély nélkül távolította el halottak koponyájából a sziklacsontot és a nyakszírcsont töredékét a boncmester. Ezekért pénzt kapott a nyomozás adatai szerint a fő vádlottól. 320 csontot adott át, darabját 2500 forintért. Így néz ki a sziklacsont, melynek a belsejében helyezkedik el a középfül, a hallócsontok és a belsőfül, vagyis a hallás egyensúlyozás szerve. Ilyen csontokat kaptak azok az orvosok, akik jelentkeztek a háromnapos pécsi sziklacsont kurzusra. Ők fejenként 60 ezer forintért gyakorolhattak ezeken műtéti technikákat. A harmadrendű vádlott, aki szintén fülorgégész szakorvos, részt vett az oktatásban és a vádirat szerint tudott a csontok engedély nélküli beszerzéséről. Az előkészítő ülésen mind a három vádlott tagadta az ellene felhozott vádakat, nem vallották magukat bűnösnek. Így március 22-én bírósági eljárás indul az ügyben. A lakosság segítségét kérik a komlói rendőrök eltűnés miatt. A 12 éves Búzás Dániel a Kazinci Ferenc utcai otthonából tűnt el, tartózkodási helye azóta is ismeretlen, a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 150 cm magas, vékony testalkatú, barna haja és barna szeme van. A komlói rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Búzás Dánielt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán, a 112 központi segélyhívó telefonszámon, vagy jelentkezzen személyesen a komlói rendőrkapitányságon. Munkára kényszerítette, ütötte, verte élettársát egy baranyai férfi, ezért vádat emelt ellen az ügyészség, így hamarosan a bíróság előtt felelnie kell tetteiért. A vádlott még arra is rá akartak venni terhest élettársát, hogy külföldön keressen pénzt prostituáltként. Szidalmazta, sőt fizikailag bántalmazta folyamatosan élettársát az a férfi, aki ellen most emelt vádat a Baranya vármegyei főügyészség. Az italozó életmódot folytató férfi tavaly júniusban felszólította a terhessége 7. hónapjában járó nőt, hogy másnap menjen napszámba mezőgazdasági munkát végezni. A sértett tiltakozott, amin a vádlott feldühödött, és őt arcon ütötte. A nő a bántalmazás miatt elment dolgozni, munkabérét a vádlott elvette tőle, de nem elégedett meg ennyivel. A vádlott arra is felszólította a sértett nőt, hogy menjen el külföldre prostituáltként dolgozni. A nő ezt megtagadta, ekkor a vádlott ismét megütötte őt. 2022. júniusában a vádlott részéről több alkalommal történt bántalmazás a sértett felé. Ezektől a bántalmazásoktól a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A nő megpróbáltatásainak az vetett véget, hogy egy ismerőséhez menekült, akivel értesítették a családsegítő szolgálatot.
A férfire több évnyi börtön várhat mindezért. A vádlott cselekménye emberkereskedelem és kényszermunka büntettének minősül. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. A férfi jelenleg is letartóztatásban van, büntetőjogi felelősségéről a pécsi törvényszék fog dönteni. Az ügyészségnek nincs információja arról, hogy mi lett a magzattal, mondták el kérdésünkre. A 20 év körüli nő és férfi még 2020-ban ismerte meg egymást. Egy Szigetvár környéki faluban élettársként éltek azóta. Az ügyészség 4 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta ebben az ügyben, amit majd az előkészítő ülésen terjesztenek a vádlott elé a bíróságon. A Pécsi Tudományi Egyetem videós tájékoztatót adott ki az Erasmus Plus programmal kapcsolatban. Ebben Tarrós István, a Nemzetközi Igazgatóság igazgatója kifejtette, hogy a felsőoktatási intézmény 2024. júliusáig megkötött szerződésekkel rendelkezik, ami lehetőséget kínál arra, hogy valamennyi mobilitás megvalósuljon. A pályázatokat kiírták, illetve folyamatosan kiírják, tehát semmiféle fennakadást nem lehet. Az igazgató megemlítette az EDÜK programot, amely az Egyetemi Európai Szövetséghez kapcsolódik. Ennek az együttműködésnek második szakasza január 18-án vette kezdetét. Az ezzel kapcsolatos szerződés szintén megköttetett, ami így további lehetőséget biztosít a PTE polgárai számára. Az újraiparosítás és az energiaköltségek mérséklése a két legfőbb célterület, mondta el stábunknak a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. Őri László arról beszélt, hogy a TOP Plus pályázatainak köszönhetően 92,1 milliárd forint értékben valósulhatnak meg különböző beruházások a térségben. Eddig 198 beadott pályázati igény érkezett, amelyből 173 részesült támogatásban, több mint 36 milliárd forint összegben. A vármegyei önkormányzatok egyik legfontosabb feladata a területfejlesztés. Ennek keretében a TOP Plusz névre hallgató 7 éves fejlesztési program keretében 92,1 milliárd forint áll a baranyai városok és a kisebb települések rendelkezésére. Ebbe beletartozik a városok, megyeszékhely, Pécs által megvalósított fejlesztéseknek a finanszírozása is. Összesen eddig a mögöttünk hagyott esztendőben 198 beadott pályázat igény érkezett, amelyből 173 részesült támogatásra több mint 36 milliárd forint összegben. Azt mondhatjuk, hogy a két legfontosabb fejlesztési irány az új évben is változatlan Baranya megyében. A vármegye újraiparosítása, illetve a munkahelyteremtés érdekében több mint 10 milliárd forint jut ipari parkok fejlesztésére, többek között Pécsen és a nagyobb városokban. A másik fontos célterület az orosz-ukrán háború miatti megemelkedett energiaköltségeket hivatott orvosolni. A vármegye közintézményeinek energetikai korszerűsítésére így 7 milliárd forint jut majd ebben a fejlesztési ciklusban. 1,3 milliárd forintot nyert a Siklósi önkormányzat a terület és település fejlesztési operatív program plusz pályázatán. A beruházások során megújul a település fürdője, több új szolgáltatással bővül a strand. Fejlesztik az egészségügyi ellátóhelyeket, felújítják és bővítik az idősek klubját. Az önkormányzat épületén energetikai korszerűsítést hajtanak végre. A projektek kivitelezési tervei már elkészültek. A fejlesztések még idén elkezdődhetnek, és várhatóan 2024-ben be is fejeződnek. Nehéz, de a körülményekhez képest sikeres év volt 2022, így értékelt az elmúlt évet a Lafarge Cement Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója. Hoffmann Tamás stábunknak elmondta, hogy az energiaárak emelkedése a vállalat életében is problémát okozott, de sikerült komoly eredményeket is elérni a tavalyi esztendőben. Egy újabb nehéz év áll a Lafarge Cement Magyarország Kft. Mögött. Az ügyvezető igazgató szerint azonban a nehézségek ellenére sikerrel vették az akadályokat a gyár munkatársai. A megpróbáltatások mellett azonban pozitív, hogy fejlődött az építőipar, azaz a megrendelések folyamatosan érkeztek. Az energiaválság viszont komolyan megviselte a vállalatot, főleg a villamos energiaköltségei emelkedtek meg.
de akár a széndioxid kvóta költsége is ugyanúgy hozzájárult ahhoz, hogy a céljainkat nagy nehezen is, de tudtuk teljesíteni. Ugye a számok sajnos nem túl szépek, de jelen a gazdasági és politikai helyzetben azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk azzal az eredménnyel is, amit el tudtunk érni. Egyébként Európa egyik legzöldebb gyárává váltunk. A fajlagos széndioxid kibocsátásunk a cement tonnára vetítve a világ élvonalába van, köszönhetően annak, hogy mi itt közel már 90% fölött hasznosítjuk a fosszilis tüzelanyagokat, illetve helyettesítjük a fosszilis tüzelanyagokat és hasznosítjuk a háztartási hulladékot. Olyan fontos célok is megvalósultak 2022-ben, melyek már hagyományosan minden évben a cég életének szerves részei. Ilyenek a társadalmi eredmények, hiszen tavaly is sikeresen megrendezte a vállalat a jótékonysági futóversenyeit, helyi civil közösségeket is támogattak, de új termékek is piacra kerültek. Összességében a nehézségek mellett jó hangulatban zárták az évet a Lafarge Királyegyházi cementgyárának munkatársai. Emelkedett a koronavírusos halottak száma, derül ki a koronavírus sajtóközpont összesítőjéből. Az előző héten 866 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2.191.200-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt a múlt héten 51 beteg, így az elhunytak száma 48.629-re emelkedett. A gyógyultak száma 2.133.974, az aktív fertőzötteké 8.597-re csökkent. Jelenleg 523 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen. Évek óta kevés csapat nevez a kosárlabda és a kézilabda diákolimpia városi fordulóira. A negyedik korcsoportos lányok kézilabda döntőjét a kozármislányi Janikovszki Éva általános iskola csapata nyerte, így ők jutottak a megyei fordulóra. A nagymúltú akadémiákkal ugyan rendkívül nehéz felvenni a versenyt, a kozármislányi csapat jó játékerőt képvisel idén is. A kozármislenyi Janikovszki Éva általános iskola és a pécsi testvérvárosok terei általános iskola negyedik korcsoportos csapata játssza a városi döntőt a kézilabda diákolimpiai bajnokságban. A kozármislenyi tanulók a helyi sportegyesület igazolt kézilabdázói, de a csapatban egy kosárlabdázó is helyet kapott. Minden évben nagyon várjuk, mert a gyerekek számára ez hatalmas élmény egy ilyen diákolimpián részt venni, főleg azért, mert tavaly évben is mind a két korcsoportra így bejutottunk az országba. Döntőbe. Hát célunk idén is az, hogy főleg evel a korcsoporttal eljussunk az országos döntőbe, és részt vegyünk, és élvezzék a játékot. A pécsi testvérvárosok terei általános iskola csapatában egy korosztállyal fiatalabbak játszanak. Ők mind a harmadik, mind pedig a negyedik korcsoportban felneveztek, hogy játék lehetőséget biztosítsanak a kézilabdázóknak. Itt tulajdonképpen az volt a cél, hogy játék lehetőséget kapjanak a gyerekek. Természetesen, ahogy látjátok, mindegyik kislánya a PSN ZRT-hez van nevezve, tehát egyesületi szinten ott játszanak, és hát mivel az iskolánkban sportorientált képzés folyik az alsó tagozatban, ezért nyilván, hogy a versenyzési lehetőségeket, azokat kihasználjuk minden esetben, amikor lehetőségünk van rá. Kézilabdában rendkívül nehéz felvenni a versenyt a nagymúltú akadémiákkal, de a kozármislenyi csapat jó játékerőt képvisel idén is. Eléggé jó játékerő, csak a baj az mindig az, hogy a régiós döntőt általában a Balatonboglári Akadémiával szoktuk játszani, és ott ugye velük szemben azért amilyen differencia itt nálunk kicsiben van, az nagyban is ugyanúgy igaz, és hát nagyon nehéz onnan tovább jutni az országosra. A városi döntőt a kozármislenyi Janikovszki Éva általános iskola csapata nyerte, így ők jutottak a megyei döntőre. A 2022-es év volt a harmadik legmelegebb Magyarországon 1901 óta, több hónap is az átlagnál legalább 2 Celsius fokkal melegebb volt. A nyári középhőmérséklet pedig országosan a legmagasabb volt a 20. század kezdete óta, írta a múlt évről készített elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján. A legmelegebb év 2019, akkor 12,5 fokot ért el az országos átlaghőmérséklet. 2018-ban pedig, amelyik a második legmelegebb, az országos átlag 11,93 fokkal került a statisztika második helyére. A régió híreivel folytatjuk.
Fatüzelésre állnak át a bogyiszlói óvodában, hogy tovább működhessen az intézmény. A megemelkedett energiaárak miatt döntött így a település vezetősége. A 4,5 millió forintos saját forrásból megvalósított beruházás a tervek szerint hamar megtérül majd. Emellett a kormány is segíti a települést, 12,8 millió forintot kapnak energetikai kompenzációra. Vegye azt a hármat, ami... Milán, nekem miért? 74 gyermek jár most a bogyiszlói óvodába. A megemelkedett energiaárak miatt azonban kérdéses volt, hogy sikerül-e továbbra is működtetni az intézményt. Bár már a tavalyi évben hűtő-fűtő klímával szerelték fel a 4 csoportszobát, de az épület egyéb helyiségei, mint például a folyosók, a mosdók és a fejlesztő vagy tornaszoba csak gázzal fűthetők. Tóth István, a település polgármestere elmondta, eddig rendkívül kedvező szerződéseket tudott kötni a bogyiszlói önkormányzat a gázszolgáltatóval, 3 forint per kilozsúl áron kapták a gázt eddig. Ekkor az óvoda fűtésköltsége 150 ezer forint volt havonta. Az energiaárak emelkedése miatt azonban az új szerződésben már 30-szor annyi lett volna a szolgáltatás ára, vagyis közel 4,5 millió forintba került volna havonta az óvoda fűtése. Egy másik szolgáltató ennél jóval kedvezőbb ajánlatot adott, de még az is a korábbi árnak több mint 7-szeresét kérte. Ahhoz, hogy az óvoda zökkenőmentesen működhessen tovább, egy alternatív fűtési megoldást választottak. Ezt úgy döntött a képviselőtestület, hogy próbáljunk visszaállni fáról. Nekünk vannak erdőink, és tudunk kitermelni minden télen, vagy a téli fél évben annyi fát, hogy fogunk ide helyezni egy fűtőt, és akkor álljunk vissza. Vagy teremtsük meg a fafűtés lehetőségét is, és amíg ilyen kritikus, vagy ilyen krízis idők vannak, vagy ha sokáig tart, akkor örökké is csináljuk, de fával is tudjunk fűteni. A beruházást 4,5 millió forint saját forrásból valósították meg. A tervek szerint ilyen gázárak mellett néhány hónap alatt visszahozza majd a befektetett pénzt. A puffertartály pedig akkor sem engedi kihűlni az épületet, ha épp a kazánban nincs begyújtva. A polgármesteri hivatalt már a 2021-es fűtési szezon kezdetén is fával fűtötték, és a többi önkormányzati épület számláin is próbálnak spórolni. Bogyiszló község 12,8 millió forintot kap ilyen energetikai kompenzációra az év során, és az erre szosztva a normatív finanszírozásunkba, minden hónap finanszírozásába, ez valamit biztosan segíteni fog, ezeket mi próbálunk tenni. A tervek között szerepel a közvilágítás korszerűsítése is, hiszen az előzetes kalkulációk szerint azzal is, mint egy 60%-os költségmegtakarítást tudnának elérni, de ehhez a beruházáshoz még forrást kell találnia a településnek. Hivatali vesztegetés ügyében emeltek vádat egy Tolna vármegyében működő műszaki vizsgálomás egyik korábbi alkalmazottja ellen. Az ügyész szerint a férfi pénzt kért az ügyfelektől, aki ezért feljelentést tett, csak hogy mindketten gyanúsítottak lettek. Egy Tolna és Somogy vármegyék határán működő műszaki vizsgálomáson kérhetett 50 ezer forintot az elsőrendű vádlott az ügyfelétől. Azt mondta neki, hogy az autóján nem látszik a motorkód, mert azt lecsiszolták. A férfi fizetett, hogy megkapja az eredetvizsgáról szóló papírt. Otthon viszont észrevette, hogy a kérdéses számsor mégis jól olvasható. Ezután hívta a rendőrséget, csak hogy mivel ő volt a vesztegető, saját magát is feljelentette. Most másodrendű vádlottként tett vallomást a bíróságon. Hogy beismeri a bűnösségét, lemond el a tárgyaláshoz való jogáról. Igen. Mi a válasza? Beismerem. És lemond a tárgyaláshoz való jogáról is? Igen. A pénzt átadó férfi tehát mindent beismert. A másik vádlott viszont, aki az ügyész szerint az 50 ezer forintot kérte és elfogadta, tagadott. Mivel ő önkéntes katonaként is szolgál, egy katonai ügyész képviselte ellene a vádat. Ő Kaposvárról videokonferencián keresztül jelentkezett be. Akkor az esetben az első rendű vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, jutítványozom, hogy a BTK 35. szakaszának egybekezdése és a BTK 35. szakaszának kettőbekezdés alkonyt alapján egy év börtön végrehajtása fogható szabadságvesztésre ítélje, amelynek végrehajtását a BTK 85. szakaszának egy és kettőbekezdésére figyelemmel kettőjéből függessze fel. Emellett az ügyész szerint a pénzkérő férfit a foglalkozásától is el kellene tiltani. Viszont mivel ő nem fogadta el az előkészítő ülésen tett ajánlatot, ezeknél akár jóval súlyosabb ítéletet is kaphat majd. Az sem kizárt, hogyha beigazolódik, hogy megszegte a törvényt,
akkor börtönbe kerül. Bőven akadt dolguk a rendőröknek a napokban Tolna vármegye útjain. Több autó árokba borult, de volt olyan is, aki villanyoszlopnak csapódott. Az egyenruhások arra kérnek mindenkit, hogy az út és látási viszonyoknak megfelelően fokozott figyelemmel közlekedjen. 9 balesetnél intézkedtek a Tolna vármegyei rendőrök az elmúlt napokban. A legtöbb esetben a gyorshajtás miatt történt a szerencsétlenség. Dunaföldvár térségében egy autós nem megfelelően választotta meg a sebességét, a sofőr elvesztette uralmát a kocsi felett, lesodródott az útról, ahol egy betonvillanyoszlopnak ütközött, ami kitört és az autóra borult. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg senki. Egy másik esetben egy autós a 61-es számú főúton nem jól választotta meg a sebességét, ő felborult az út mellett. Szálka térségében egy autós szintén beleborult az árokba, vélhetően túl gyorsan haladt. További 3 esetben állatot ütöttek el az autóvezetők, 2 alkalommal vadat, 1 esetben pedig egy településen kutyát ütöttek el. A rendőrség arra kér mindenkit, hogy a télies, akár hirtelen megváltozó út- és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg a sebességüket, és közlekedjenek fokozott figyelemmel Tolna vármegye útjain. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer. Pénzért adták a halottak csontjait, engedély nélkül jutottak emberi maradványokhoz a pécsi vádlottak. Ütötte, verte, kényszerítette terhes élettársát, éveket kaphat a baranyai elkövető. Újraiparosítás és az energiaköltségek mérséklése, a területfejlesztés az egyik legfontosabb feladat a vármegyében. A nehézségek ellenére jó hangulatban telt 2022, sikeres évet tudhat maga mögött a cementgyár. Csütörtök reggel sokfelé ébredhetünk csapadékos időre, a Dunántúlon havas eső, havazás is kialakulhat. Délután nap is előbukkanhat, de alapvetően sok felhő lesz felettünk. A Dunántúli északi felén erős lökések kísérhetik a szelet. A lehűlés elkezdődik, délután már csak 3-5 fokra számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!